Köszöntöm nézőnket, Kunin Nánási Monikával, a Délini Kulturális Központ igazgatójával beszélgetünk az ünnep előtt arról, hogy milyen rendezvényekkel várják a karcagiakat és az ideérkezőket. Mikor lesz az első Szent István nap ünnep nálunk? Augusztus 19-én fog kezdődni a Szent István napi események, és nagyon sok színes programmal várjuk az érdeklődőket. Menjünk akkor végig nagyjából, hiszen a plakáton minden rajta van, de azért a főbb elemeket emeljük ki. 19-én a országzászló felvonását követően 10 órakor fog az ünnepi önkormányzati ülésre sor kerülni, majd ezt követően délután 4 órakor Bod László festőművész emlékkiállítása fog megnyílni a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtárban. Este 7 órakor Malek Andrea koncertre várjuk az érdeklődőket, és 9 órától hajnal 2-ig pedig az IFI Club Reload retro diszkóra fog sor kerülni, ahol a sztár vendég a Fiesta lesz. Augusztus 20-án szombaton reggel 9:30 a Benyus család egyházi áhítatát fogják tudni meghallgatni a résztvevők, majd 10 órakor kezdődik meg az Szent Mise, és ezt követően a körmenetre kerül sor. Délután 2:30 fognak gyülekezni a mezőgazdasági gépek a főtéren, és 2:30 elindul majd a felvonulás. 2 órától a templomkertbe gyermekprogramokra várjuk az családokat. 3 órakor föllépnek a moldvai csángó magyar táncosok. Békés Szent Andrásról fognak hozzánk érkezni. Ezt követően Cető Roland és Fritz Éva operett műsorát láthatják az érdeklődők, majd Detti fog a színpadra lépni. Közben óriás buboréksóra várjuk a gyermekeket, és este 8 órakor pedig a Szimfonikuszonoki Szimfonikus Zenekar fog koncertet adni. Azt gondolom, hogy kicsik nagyok, mindenki talál majd magának tetsző programot. Az időjárás reméljük meg van rendelve, és jó idő lesz, és köszönjük szépen. Én is bízom benne, hogy mindenkinek a érdeklődését felkeltjük.